Elég egyszerű, már-már puritánnak ható dobozt kapott a Dodgy X5, amely egy fekete kartoncsomagolásba került, felül Dodgy feliratunk van fehér színben, illetve fény felé fordítva csillant ki az X5 felirat, ami alapjában véve nem nézne ki rosszul, csak önmagában ez a doboz picit olyan kis szolidnak tűnik, amelynek köszönhetően olyan, mint hogyha tegyen nagyon olcsó telefonról beszélnénk, bár ha jobban belegondolunk, ez a Dodgy X5 tényleg egy nagyon olcsó készülék, hiszen kategóriájában talán az egyik legolcsóbb 4 magos IPS kijelzős 1 GB RAM-os készülék, ami Magyarországon elérhető. Megnézzük a doboz hátoldalán a specifikációt, 5 szolos HD kijelzőt kapunk IPS-sel, MediaTek 4 magos processzort, Android 5.1 fut rajta, 1 GB RAM, 8 GB háttértár, 5 és 2 megapixeles kamera alkotja a készüléket. Nézzük meg a felhozatalt, kiemelem a telefont. Itt van maga az eszköz, amely teljesen alap design kapott, semmi extra igazából. Az előlapot, hogyha megnézzük, itt helyezkedik el az 5 colos képátlóval ellátott 720x1280 pixeles IPS kijelző. Felülre került egy 2 megapixeles előlapi kamera, illetve van egy sűjesztett hangszórunk és fény- és közelségérzékelőnk. Alul pedig 3 darab kapacitív érintő gombot kapunk, ami nem rendelkezik külön megvilágítással. Amit fontos kiemelni, hogy a Dodgy már gyárilag elhelyezett egy kijelzővédő fóliát az előlapon. Ez nyugodtan maradhat is rajta, hiszen a készülék megjelenítőit védi a karcoktól. Ha oldalról nézzük, egyébként már itt látható, hogy ez a fehér modell, van bőle fekete is. A kijelzőt körülölelő keretből egy nagyon picit kiemelkedik, szélesedik a hátlap, ami az oldalsó él háromnegyedét takarja. Jobb oldalra került a hangerőszabályzó gomb és a bekapcsoló gomb, felül van egy micro USB kommunikációra, illetve töltésre, mellette pedig jack csatlakozó. A bal élünk teljesen üres, alul pedig egy hangszórót és egy mikrofont kapunk. Az oldalsó élek egyébként teljesen egyenesre csiszoltak, tehát eléggé szögletes készüléket kapunk. A fehér színű hátlapon van egy Dodgy feliratunk, ha így oldalról nézzük, látható, hogy a szélek egy nagyon picit íveltek lefele, de egyébként egy egyenes hátlapunk van. Felül 5 megapixeles kameránk van, illetve hozzá vaku, ez nem emelkedik ki a készülékházból. A hátlapot le lehet venni, ezt le kell pattintani a készülékházról. Ha ezt megtettük, van egy akkumulátorunk, 2 darab SIM kártya szlotunk, ez mikroSIM, illetve 1 darab microSD bővítési lehetőségünk, valamint ahhoz, hogy használni tudjuk, a 2400 mAh kapacitású akkumulátorról előbb le kell vennünk ezt a biztonsági ragasztó szalagot, és ezt követően már használható is a telefon. Nyilván be kell helyeznünk a SIM kártyát is, ezekhez, de utána már tényleg használható. Kívülről a Dodgy készüléke egészen kis egyszerűnek tűnik. Tényleg hát nem is beszéltünk másról, hiszen ahogy mondtam, egy relatív olcsó telefonról beszélhetünk, ami egyébként Magyarországon elég nagy szám lesz. Legalábbis, ahogy hallottam, elég nagy érdeklődés várja már a készüléket az ára miatt. A telefon tehát belépőszint, kívülről nem tűnik annyira vészesnek, eléggé jól össze van szerelve, nagyon minimális a recsegés, ropogás, tehát azért ez a hátlap ez viszonylag jól illeszkedik, és eléggé masszívan áll a készülékházon ahhoz, hogy ne akarjon leesni. Nézzük meg, hogy mit kapunk még a dobozban. Van itt bele gyűrve egy magyar nyelvi jótállási jegy, hiszen a VTEC Europe forgalmazza ezt, illetve használati útmutatót is kapunk a készülékhez magyar nyelven. Ezen kívül az X5 doboza tartalmaz egy micro USB-USB aratkábelt, ami a töltésre is szolgál, illetve itt van a
USB-s töltő adapter, amellyel tölteni tudjuk majd a telefont, ez is Dodgy gyártmány természetesen, és 700 mAh-rel fogja tölteni a 2400 mAh kapacitású akkumulátort. Kívülről tehát ilyen a Dodgy X5, most megnézzük, hogy mit tud a készülék a mindennapokban.